Csóva Mózes a következő vendégünk. Jó reggelt kívánunk, ugye? Jó reggelt kívánok, üdvözlet. A Nemzeti Közszolgálat Egyetem docense. Koreai szakértőt leginkább ugye így ismerik önt. Felröppent a hír. Emlékeink szerint egyébként, tudod, erről már az olimpia, téli olimpia idején is beszélgettünk, hogy a két ország feszült hideg-rideg viszonya, mintha kezdene felpuhulni, ugye Észak és Dél-Korea között. Nyilván a sport sok mindenre ad lehetőséget, de amit most tudtam meg. Na. A zene. Hát figyelj, a két ország közti hidat, az tulajdonképpen a zene képezi, mert mindjárt beszélünk arról, hogy a miniszterek miről tárgyalnak, hogy a csúcs találkozót előkészítsék, de alapvetően mi ez a zenei híd, zenei összeköttetés a két ország hát között? Hát egy nagyon népes dél-koreai könnyűzenei delegáció előadó csoport van most Észak-Koreában. Tegnap előtt már tartottak egy nagyszabású performance-t Pyongyangban. Zenéltek, énekeltek. Így van. Kik amiben vettek azon részt? Klasszikus dél-koreai előadó művészek, tehát a 80-as évek, 90-es éveknek a legendás dél-koreai előadó művészei is részt vettek, illetve részt vett egy K-pop lánybanda is, ez a Red Velvet nevű, egyébként Magyarországon is fiatalabb korosztályok körében ismert lánybanda. A jelentősége a dolognak az, hogy az észak-koreai pártfőtitkár Kim Jong-un feleségével együtt személyesen ott volt ezen a performanszon, amire korábban nem volt példa soha, tehát éppen regnáló észak-koreai vezető dél-koreai könnyűzenei performanszon soha nem vett részt. Korábban. És még egy olyan nagyon érdekes dolog van, ami a magyar médiában egyáltalán nem jelent meg, hogy mielőtt sor került volna erre a tegnap előtti performance-ra Pyongyangban, már a dél-koreai kommentelők, illetve a közösségi médiának a közönsége nagyon pedzegette azt a kérdést, hogy vajon Kim Jong-un személyesen eljön erre az eseményre, és amikor Kim Jong-un megjelent, akkor közölte a dél-koreai médiának a képviselőivel, a dél-koreai tisztviselőkkel, akik ott tartózkodtak Pyongyangban, hogy azért jött el személyesen, mert hallotta az ezzel kapcsolatos nagyfokú érdeklődést, ami egy bizonyíték annak, hogy az észak-koreai vezető folyamatosan szemlézi a dél-koreai fórumokat, illetve a dél-koreai közösségi oldalakat, hogy vele kapcsolatosan milyen információk vannak. Na most ez volt a kis színes. Na de ebből még az, hogy a két ország leülés lesz egy csúcs találkozó, és ott akár érdemi előrelépés történik, azért még nem következik. Azt kell tudni, hogy az az egész feszültség, amit az elmúlt másfél-két évben zajlott, az nem annyira Észak-Korea és Dél-Korea között zajlott, hanem Észak-Korea és az Egyesült Államok között. Az Észak-Korea-Dél-Korea jellegű viszonyrendszer az mindig sokkal kezelhetőbb volt. Megemlítendő, hogy a 2000-es években már két csúcs találkozóra korábban sor került 2000-ben, 2007-ben. Mindig egyébként a Dél-Korea-Észak-Korea viszonyrendszer nagyban függ attól, hogy milyen az indítatású a szőlő kormányzat. Most ismételten bal-közép indítatású kormányzat van, akik sokkal pragmatikusabban kezelik ezt az egész kérdéskört. A lényeg az, hogy pont a pjongcsangi téli olimpia volt egy olyan apropó, ami megfelelő lehetőséget kínált arra az észak-koreaiaknak, hogy egy picit próbáljanak enyhíteni azon a meglehetősen kellemetlen helyzeten, amiben saját magukat kormányozták a tavalyi év során. A lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy az idei év az úgy fog bevonulni a történelemkönyvekbe, mint Észak-Koreának a nagy diplomáciai offenzívájának az éve, hisz ugye az elmúlt napokban kínai-észak-koreai csúcs találkozóra is sor került, először hagyta el Kim Jong-un regnálásának kezdete óta az ország területét, találkozott Xi Jinping kínai vezetővel, és hát úgy néz ki, hogy ugye április 27-én dél-koreai észak-koreai csúcstalálkozó lesz, májusban pedig minden valószínűség szerint amerikai észak-koreai csúcstalálkozó, amire soha, de soha ideig nem került sor, és hát elképzelhető, hogy ez létrehoz majd egy olyan paktumot, ami akár még magát a békeszerződést is jelenthetné, ami nemzetközi jogilag lezárná a koreai háborút. Na és ennek a fizikai megvalósítása az hol jönne létre ön szerint? Mármint az észak-koreai-amerikai csúcs találkozó. Azt kell tudni, hogy az észak-koreai vezetők azok rendszerint csak
Kínába vagy Oroszországba szoktak utazni, tehát ez azért korlátozza lehetőségeket. A dél-koreai és észak-koreai csúcs az Panmunjomban lesz, tehát a határvonalon a két Korea között, és bár különböző elméletek vannak, hogy az amerikai észak-koreai csúcs hol tudna megvalósulni, könnyen lehet, hogy ez is Panmunjomban, tehát a határtelepülésen. És miben tudnak megállapodni Donald Trump-al? Mert itt azért az elmúlt egy évben kőkemény üzengetések mentek. Ebből most hogyan tud konszolidálódni? Hát a kőkemény üzengetések azok... Vagy az csak retorika? Az retorika volt, tehát egymásnak a tárgyalókészségének a befolyásáról szólt az egész. Amit nagyon fontos megemlíteni, hogy pont tegnap közölte a dél-koreai közszolgálati média azt, hogy kínai részről, Xi Jinping elnök részéről felmerült egy olyan javaslat, hogy egy négy oldalú békeszerződés kötése, tehát az Egyesült Államok, Kína, illetve Dél-Korea, Észak-Korea négyen írjanak alá egy békeszerződést, és akkor ezzel 1953-ban ugye fegyverszünet jött létre. Az egész feszültségnek, amit végigkísérte az elmúlt évtizedeket, egyik fő oka, hogy nincsen békeszerződés. A kínai javaslat az arra vonatkozna, hogy akkor ezt négy hatalom kötné meg. Jó, és a békeszerződés mondjuk maga után vonná azt is, amitől az egész világ reszketett, vagy hogyha nem is reszketett, de minden esetre kétségbe voltak néhányan esve, hogy rakétákat indítanak el, folytatódik ugye a rakétakísérlet mindenféle területen, akkor ezek megszűnnének, vagy mérséklődnének? Ezek az észak-koreai erődemonstrációk nem arról szóltak, hogy ők ténylegesen meg akarnak támadni az Egyesült Államokat, ténylegesen ki akarnának provokálni egy háborút. Ezek tulajdonképpen az oroszlán bajszának a húzogatása és inkább egy figyelemfelkeltés. Az észak-koreaiak az elmúlt 30 év során mindig azt akarták demonstrálni, hogy a világpolitika legfontosabb megoldatlan feladataként tekintsen a nemzetközi közvélemény a koreai kérdésre. A békeszerződés az nem azt jelenti, hogy Észak-Korea átváltozik egy liberális demokráciává, de az a feszültség, amit végigkísérte az elmúlt évtizedeket, az mindenképpen csökkenne, és a dél-koreaiak meg nagyon bíznak abba, hogy lassan-lassan, fokozatosan, pedig gazdaságilag integrálni lehetne majd ezeket a területeket. Oroszország ebben a mozaikban hogy vesz részt? Hát Oroszország elsősorban szeretne mindenfajta amerikai térnyerést azt megakadályozni, tehát Oroszország abban érdekelt Kínával együtt, hogy Észak-Koreának az önálló államisága az maradjon fenn. Tehát ez a status quo, ez maradjon fenn. Oroszország nem szeretné Kínához hasonlóan, nem szeretné azt, hogyha tulajdonképpen amerikai befolyás alatt egyesülne a félsziget. Minden esetre az elmúlt időszaknak a fejleményei, Észak-Koreának a bizonyos konszolidációja, illetve bizonyos beilleszkedéseit a távol-keleti viszonyrendszerbe, és a kínai észak-koreai csúcs találkozó az ugye az elmúlt napokban pontosan erről szólt, az azt jelenti, hogy ha minden jól megy, akkor ez a status quo, amit most látunk egy távol-kelet térképen, hogyha ránézünk, ez még akár sokáig is fennmaradhat. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást.